A környező településekről is érkeztek árusok a már hagyománynak számító adventi vásárra december 14-én a faluházba. A rendezvényen településünk és a térségben élő vállalkozók, kisgazdálkodók kaptak lehetőséget termékeik bemutatására és eladására, tudtuk meg Borbéné Fülöp Hajnalka polgármestertől. A mai nap az adventi program sorozat keretében kerül megvalósításra az adventi vásár, ami nem csak a helyi eladók, őstermelők és gazdálkodók termékeit hivatott itt felsorakoztatni, hanem gyakorlatilag a térségből is több településről érkeztek árusítók, hogy azokat a termékeket, amiket úgy gondolják, hogy kézműves termékek, és a karácsonyfa alatt ugye jól mutatnak és örömet okozhatnak ezzel a szeretteiknek, azokat itt értékesítik, illetve bemutatják. Délelőtt folyamán kellett leadni a forralt bor és a karácsonyi sütemény készítő versenyre, vagy meghirdett versenyre a termékeket, amiket készítettek a versenyzők, tehát minden napra van az adventi program sorozat keretében. Az előzetesnek meghirdetettek szerint minden nap van valami esemény. Holnap többek között a Vigyünk melegséget a szívekbe önkéntes akciót fogjuk megvalósítani a délután folyamán. A tetétlen kincsei, hát az nekünk természetesen szívügyünk. Folyamatosan megújuló termékkínálattal jelentkezünk. Most is itt vannak a kollégák a tetétlen kincsei termékekkel, és az idei karácsonyra pedig gumicukorral készülünk, homoktövisből, ami mind a mellett, hogy egy speciális dolog, finom és egészséges is, tehát csak nem olyan, mint maga az édesség, és ezt is például már holnap a karácsonyi csomagban, a mézes kalács mellett az egyedülálló időseknek ebbe az önkéntes programban viszünk ki, hogy ezzel is kedveskedjünk számukra. A településekkel folyamatosan, tehát a környező településekkel, sőt gyakorlatilag, amióta a legjobb önkormányzati gyakorlatok programban nyertük az első helyezést, ugye egyrészt mi vállaltuk azt, hogy a programjainkat, vagy azok egy részét adaptáljuk, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy országos szinten kapcsolatban vagyunk települési önkormányzatokkal. Nyilván itt erre a kis vásárunkra azért a környező településekről jöttek leginkább el. Most önkormányzati szinten Bojt község önkormányzata van itt a körünkben. A termékeiket ugyanígy a helyi sajátosságok program és a mezőgazdasági program keretében előállított termékeket hozták el értékesítésre. Bojt község a Kiskörös bal partján, Bihar keresztestől északra, Nagykereki és Hencida között található. Beregini Szegedi Hajnalka a település polgármestere termékeikről és a tetétlennel kialakított kapcsolatról is beszélt televíziónknak. Meghívást kaptunk a karácsonyi vásárba, és örömmel fogadtuk polgármester asszonytól ezt a meghívást, és elhoztuk a mi kis termékeinket. Ezeket a termékeket nálunk a közfoglalkoztatásban állítják elő. Én büszke is vagyok rájuk, mert nagyon szépek, és idézőjelben eladható termékek, úgyhogy kosarakat készítenek, száraz tésztát készítenek, seprűt, ágyneműt, és úgymond keresett termékek, hál' Istennek. Ilyen karácsonyi vásárokon, ahol meghívnak bennünket, mindenhol részt szoktunk venni, mert ez a helyben előállított termékeknek a népszerűségére is nagyon jó, meg így a környező településeken lévő, mi is megismerjük, ki mit készít, gyárt ezekben a közfoglalkoztatási munkákban, és így tudjuk népszerűsíteni a sajátainkat is, és akkor ismerkedés. Úgyhogy én nagyon jónak tartom, meg a vásárlókat is próbáljuk kiszolgálni.
Én a gyógynövényeket szeretem, meg azokkal termelem és gyűjtöm őket, és azokból csináltam szappanokat, meg krémeket, meg vannak ilyen kis készítmények, meg maguk a gyógynövények, amik legelő láthatók. Több fajta, és azokból a gyógynövényekből csinálom a szappanokat, és meg a krémeket is. Már jöttünk már többször, szólnak már a szervezők, mert tavaly is voltunk, szerintem azelőtt is voltunk már, tehát ilyen meghívás alapján jövünk. És mi a véleménye a rendezvényről? Hát aranyos kis, kedves kis rendezvény, tehát ilyen kis meghitt, ilyen családias, meg hogy tehát többféle termék van, és akkor így lehet válogatni az embereknek. Csuhelytermékek vannak főleg. Csuhelybabát, az, ami a szerelmem, meg hát amit lehet a csuhelyból kihozni, virágot, dísztárgyat, ilyesmit. Ha a kamera majd megmutatja, akkor be tudják mutatni, hogy mit csinálok. Nyugdíjas vagyok, azóta csinálom, mióta nyugdíjba mentem, addig nem foglalkoztam milyen kézüves termékkel. Azóta csinálom, csinálgatom, és hát örömömre szolgál, hogy a haszontalan dologból valamit ki tudok hozni. Hát mindig meghívnak, szeretettel hívnak, mi meg szeretettel jövünk. Hát oda megy az ember, ahol hívják. Aranyos kis falu település, úgyhogy nagyon kis barátságos hely, szívesen jövünk.